kellett hazahozni utcáról, főzelék féléket félig otthagyni, homokot hajgálni, és kavicsal, és folyton moziba akarni menni. Teljesen fölöslegesen sikítozni, mint a hülye gyerek, sikítni tilos. Ebben az esztendőben már 9. alkalommal szerveződött meg a Fedotka sose volt országos versnap. Az idei versenysorozatra több mint 200-an adták be jelentkezésüket, köztük 81 nevezőt hívtak be a döntőbe. A verseny folyamatos népszerűsödésére jellemző, hogy 37 településről nyújtották be a versmondók indulási igényüket. A kezdetek kezdetén, mondhatnám az 2011-ben, közel 60-an jelentkeztek a versenyünkre, és hogyha a számokat tekintjük, akkor az idei évben már elmondhatjuk, hogy 200-an jelentkeztek. A 60 versenyzőből annak idején 30-at hívtunk be, idén 80-at hívtunk be. Hogyha a számokat nézzük, akkor azok mutatják azt, hogy nagy érdeklődést váltott ki már, azt mondom, a fiatal verskedvelő barátok körében. És hát ez nem csak a számokban mutatkozik meg, hanem a minőségben is, hiszen évről évre vannak olyan versenyzőink, olyan verskedvelő barátaink, akik visszalátogatnak hozzánk. Én gyerekkoromban szerettem volna verset mondani, mesét mondani, nem sikerült. És nem azért, mert nem olyan tanítóim voltak, hanem azért, mert egyszerűen nem tudtam kiállni a színpadra, és nem tudtam képviselni azt, amit az én tanítványaim, vagy éppen ezek a jelenlévő gyerekek tudnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ember úgy szokott cselekedni, hogy amit nem tud megvalósítani, azt a gyerekén keresztül szeretné elérni. Hát én valahogy így vagyok ezzel. Tudi Bálint színművész, a zsűri tagja, tapasztalatai alapján állítja, szükség van a versmondó versenyekre, és örömmel tapasztalja, egyre többen jelentkeznek. Az elmúlt fél évben online is tartottunk versenyeket, most éppen egy olyan időszakban vagyunk, amikor még így személyesen is meghallgathatjuk a gyerekeket, illetve akár a felnőtteket is. Egy évben én magam egy olyan 15-20 versmondó versenyen is meg szoktam fordulni, és arról is beszámolhatok, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy elég erősen felfelé ívelő tendencia van. Egyre többen vannak, és egyre nagyobb kincseket, csiszolatlan gyémántokat is találunk, akik már most nagyon komolyan foglalkoznak irodalommal, nagyon jól mondanak verset, nagyon értik, hogy miről beszélnek, és ezt szívesen tárják a közönség elé is. Elindult egy generáció, jött egy új, friss csapat. Talán mérhető is rajtuk, van ez az általános iskolai időszak, amikor még nagyon kicsik, még nagyon őszinték, még nagyon könnyen meg tudnak nyílni és el tudnak mondani egy verset. Aztán megérkezik a kiskamaszkor, amikor egy picit visszafogottabbakká válnak, és aztán jön egy nagyobb, egy erőteljesebb kamasz impulzus, ami éri őket, amikor egy picit behatárolódik az érdeklődési körük. De azt mondhatom, hogy a kamaszkor pszichikai zavarai vagy a pszichikai nyomása mellett még abban a korosztályban is nagyon komoly megnyilvánulásokat találunk. Azt tanultam meg megint, hogy tényleg nem kell készülni, hogy mi lesz, hanem át kell adni magunkat annak, amit kapunk. És most egy olyan élménynek tudtam átadni magam, aminek borzasztóan örülök. Van egy korosztály, a picik, akik alapból jól mondanak verset. Tehát élvezzük a versmondásukat, mert a gyermeki báj, ha tetszik, az emberi báj van benne a versmondásukban. Olyan pedagógusaik, szüleik vannak, akik jól választanak nekik verset. Tehát, hogy az életkoruknak megfelelő történeteket kell nekik a versen keresztül tudomásunkra hozni, és ebben ők jól érzik magukat. A másik része a dolognak, a felnőttebbek, ugye ez a kamasz korosztály már nagyon labilis lelkileg, hol a csúcson vannak, hol lesüppednek, tehát itt is észre lehet venni, hogy vannak, akik sokkal jobban tudnának verset mondani, csak valahogy most nem voltak jó paszba. Aztán vannak olyanok, akik az egyik verset nagyon jól mondják, a másikat meg nagyon gyöngén mondják. Tehát ez a labilitás, ez mindig benne van ennek a korosztálynak a versmondásában, de ez nagyon szépen fog érni, és itt nem az a lényeg, hogy most milyen zseniálisan mondja a verset, hanem az a lényeg, hogy a személyiségén keresztül hogy tudja átszűrni a verset, hogy a személyiségén keresztül hogy jut el hozzám az a fajta üzenet, amiért ő ezt a verset mondja. Mi van a világ után? Kérdeztem. Butaság, mondták. A világ után nincs semmi. A világ után is világ van. Akkor ez csak olyan, mint a ma, tegnap.
hol. Én abban hiszek, hogy mindenki fejleszthető magához képest. Tehát ha egyszer már itt van, ha vette a fáradtságot, hogyha megérezte ennek az ízét, hogyha beletett valamiféle munkát, már a szöveg megtanulása is egyfajta munka, akkor mindenkinek lehet adni egy lehetőséget, és mutatni egy irányt, hogy mivel tudja magát fejleszteni, mivel lehet ez jobb, élvezhetőbb neki is, és a hallgatóságának is, tehát nem ismerünk elveszett előadót. A célunk az, hogy ameddig bírjuk, addig karoljuk és tápláljuk a fiatalokat ezzel. Ha más nem, az nagyon fontos, hogyha a verseny keresztül találják meg a lelki bajaikra, vagy a lelki örömükre a vigasztalódást, az éppen az öröm táplálását, akkor már elértem a célomat. De én a drámaórák keretében is látom azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik nem biztos, hogy szóban tudják kifejezni magukat, nem biztos, hogy a saját szavaikkal tudják kifejezni magukat rajzon, vagy bármi más művészeti lehetőségen keresztül, de éppen a versen keresztül is tudnak megoldást találni a problémáikra akár.